Az Európai Unió évek óta szeretné a jogállamisági feltételek betartásához kötni az uniós források kifizetését, így a demokráciát megsértő tagállamoknak járó forrásokat felfüggeszthetnék. Erről is tárgyalnak a mostani uniós csúcson, a bizottság a döntéshozatali mechanizmuson is változtatna. A bizottság javaslata az, hogy fordított minősített többségi szavazás legyen, erről biztosan nagy vita lesz a tanácsban. Ha ezt a költségvetési kérdésekben használnánk, akkor nagyon hatékony eszköz lenne. A minősített többségi rendszernél, vagy az egyhangú szavazásnál maradunk, akkor nehéz lesz eredményt elérni. Ez is része a tárgyalásnak, mondta az Unió igazságügyi biztosa. A javaslatot Lengyelország és Magyarország is ellenzi, Budapesten parlamenti határozatban utasították el a tervet. Egy homályos, definiálatlan eljárásrend keretében a pénzek kifizetését össze akarják kötni, valójában nem az úgynevezett európai értékeknek, hanem az EU globalista, bevándorláspárti, nemzet, hagyománya és családellenes, egyre agresszívebb és egyre destruktívabb elitje által megfogalmazott politikai kívánalmaknak való megfelelés kötelezettségével. Az uniós biztos szerint ennek ellenére is lehetséges az alkú az ügyben. Sok tárgyalásnál van egy ilyen kiinduló pont, aztán leülnek az asztalhoz kompromisszumot találni. Ugyanez fog történni a mostani megbeszéléseken is Magyarország vagy más országok esetében. Szerintem lehetséges üzleti alkut kötni, amellyel reagálni lehet a gazdasági következményeire a válságnak, miközben biztosítani lehet az értékek teljes körű tiszteletben tartását, tette hozzá Didier Reinders. Az uniós biztos szerint a bizottság és a parlament mellett sok tagállam is ragaszkodik a jogállami feltételrendszerhez.